Egerben az amerikanisztikának igen nagy hagyománya van. Jelen pillanatban ugye a mesterfokú képzésről fogok beszélni, de ugyanakkor ez a program nem jöhetett volna létre az úgynevezett amerikanisztika szak, később pedig az amerikanisztika szakirány nélkül. Ugye 1990-ben alakult meg az amerikanisztika tanszék, és alapképzésben oktattunk, és még mindig is oktatunk, jelenleg most ugye szakirányon az amerikai kultúrával, társadalommal, irodalommal kapcsolatos, többé-kevésbé alapszintű bevezető ismereteket. Erre épül majd ez a mester, illetve épül is már ez a mesterszintű diszciplináris program. Képzés célja az, hogy a rugalmas formában a mai technológia, információs és kommunikációs technológia felhasználásával, illetve hagyományos oktatási módszerek ötvözésével olyan szakembereket képezzünk, akik elsősorban az észak-amerikai kultúrával, vagyis Egyesült Államok és Kanada kultúrájával, irodalmával, társadalmát megismerik behatóan. Ugyanakkor emellett foglalkozunk olyan kérdésekkel, mint a rassz kérdése, az etnikai kérdések, a közösségi médiák helye, az amerikai média szerepe. Ugyanakkor nem csak szoros értelembe vett amerikanisztika, tehát amerikai tanulmányok ezek, mert ezek felhasználhatók, azok az ismeretek, amelyeket mi itt adunk, azok felhasználhatók széles körűen. A jelentkezés előfeltétele az, hogy mindenképpen egy alapképzési diplomával rendelkezzen az adott hallgató. Nem kell feltétlenül amerikanisztika vagy anglisztika jellegűnek lenni, de kell, hogy végezzen egy bizonyos számú stúdiumot, bizonyos számú kreditje legyen meg ebben ahhoz, hogy részt vegyen ebben a képzésben. És hát természetesen az angol nyelvű, felsőfokú angol nyelvű beszéd, kommunikációs képesség, mivel az oktatás angol nyelven folyik. A főbb tantárgyak hasonlóak ahhoz, amit már az alapképzésben is tanítottunk, erre épülnek rá. Van egy bevezető szakasz és van egy törzs szakasz. A bevezető szakaszban ilyen tantárgyak vannak például, mint a bevezetés az amerikanisztika, mint tudományágba, az amerikai kultúra és társadalom fejlődésének ismeretei, történelmi tanulmányok, irodalmi tanulmányok, és van egy törzs szakasz, amelyekben részletekben megyünk például ilyen kérdésekben, mint a polgárjogi mozgalom, vagy ilyen szíme tudnék megemlíteni, hogy a bőrszín korlátain túl, tehát ugye az amerikai Egyesült Államokat és hát Kanadát is érintő multikulturalizmus, ugyanakkor a rassz kérdése is itt megjelenik. A média, például a média, ami nem csak a hagyományos média, hanem most már ugye a társadalmi, a közösségi média, az internet szerepe az Egyesült Államok kultúrájában. Természetesen van, és el is mondanám azt, hogy mint ahogy a bevezető elején mondtam, hogy ezeket a készségeket és képességeket, amelyeket mi itt oktatunk, és segítjük a hallgatókat, hogy ezeket elsajátítsák, hangsúlyozom, egy rugalmas formában. Ezek, ugye említettem, ezek nem azok, nem csak az amerikai tanulmányokkal kapcsolatosak, hanem olyan képességeket szereznek a hallgatók, amelynek segítségével a mai globalizált világunkban el tudnak igazodni. Probléma megoldó gondolkodásra tesznek szert, egy tolerancia alapú multikulturális gondolkodásra, és ugyanakkor megvannak a továbbtanulási lehetőségeik is. Az egyik természetesen a doktori program. A doktori program, amely ugye Magyarországon többek között Budapesten és Debrecenben folyik. Nekünk szoros kapcsolatunk van a Debreceni Egyetemmel, és így tudjuk tulajdonképpen kikövezni vagy megalapozni az adott hallgató doktori tanulmányait.
Ugyanakkor a tanári pálya sincs elzárva a hallgatóktól. Ha tanítanak arra, akkor felvesz bizonyos pedagógiai, pszichológiai ismeretmodulokat, és ebbe az irányba is elindulhat. Mint mondtam, a munkaerő piacon való elhelyezkedés, mi avval segítjük, hogy nem csak elméleti ismereteket adunk, hanem inkább gyakorlati ismereteket is. Ilyenek például olyan a munkáltatók által nagyra értékelt képességek és készségek, mint a csapatmunka, a már említett probléma megoldó gondolkodás, vagy a proaktív gondolkodás, ami egy divatos szó Amerikában, ami ugye jelenti azt, hogy a problémákat nem reagálunk, hanem előre látjuk és próbáljuk azokat elkerülni. A munkaerőpiacon bármilyen olyan munkaerő, illetve munkahelyi kérdés lehet, vagy olyan elhelyezkedés megvalósítható, ahol az angol nyelvre szükség van, mert a végzett hallgatón rendkívül magas szinten fogja ismerni az angol nyelvet. Nem feltétlenül amerikai cégekkel kizárólag lehet elhelyezkedésről beszélni, természetesen ott előnyben van, de ugyanakkor a sajtóban, tolmácsként, fordítóként, a kulturális szférában, a vállalati szférában el lehet helyezkedni. Én azt üzenném a leendő hallgatóknak, hogy az amerikanisztika, vagy ugye Amerika tanulmányok, az egy intellektuális kaland tulajdonképpen. Ez a tanulmány, vagy ez a tudományág az anglisztikának egy ugye az angol nyelvvel és társadalmakkal foglalkozó tudományoknak egyik ága. Rendkívül izgalmas terület, már csak azért is, mert ha az Egyesült Államok szerepét nézzük a világban, az mindig meghatározó. Tehát jelen pillanatban most az Egyesült Államok egy úgynevezett lefelé hajló ágban van, de még mindig jelentős szerepet visz, és hogyha ezt jobban meg tudjuk érteni, akkor talán a világban is jobban el tudunk igazodni. Én felhívnám a figyelmet, hogy az amerikanisztika tanszék Egerben egy hát én családias jellegű hallgatóközpontú, hallgatóbarát tanszék, és én minden leendő hallgatót egy partneri kapcsolatra hívok. Eszterházy Károly Főiskola. A jó döntés. Az Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézetének több évtizedes álma vált valóra azzal, hogy 2009-ben saját jogon egyetemi szintű tanárképzést indíthattunk, testnevelő tanár mesterszakképzettséget. A képzés célja az, hogy a testnevelő edző alapszakra épülve képezzünk olyan sportszakembereket, akik mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban, iskolai és sportegyesületi keretek között is képesek pedagógiai munkát végezni, nevelő, oktató-nevelő munkát képesek végezni, illetve tanulmányaik után igény esetén akár a doktori képzésben is képesek legyenek folytatni tanulmányaikat. Az előfeltétel mindenképpen egy szakirányú alapdiploma, erre a leginkább a testnevelő edző alapdiploma felel meg. Más alapdiplomával is be lehet kerülni a képzésben bizonyos különbözeti kreditek teljesítésével. Az ideális jelentkező az, aki szereti az iskolavilágát, szereti a fiatalokat, el tudja viselni a fiatalok nevelésével, oktatásával járó mindennapi nehézségeket, szeretné saját magát megvalósítani, bizonyos sporteredményeket elérni, aki képes iskolájának és saját hírnevének az emelésére. Tehát egyáltalán a pedagógusi pálya iránt van valamilyen affinitása, érdeklődése, a pedagógus pálya pedig nem könnyű pálya, ezt mindannyian tudjuk.
Tulajdonképpen az alapképzésen tanultakat folytatjuk. Elsősorban a különböző sportágok gyakorlata és módszertana kerül górcső alá. A középiskolai tantervi anyag minden sportágból, annak inkább az oktatási része. Ezen kívül a rekreáció módszertanával foglalkozunk, aerobik került egész részletesen tanításra, küzdősportokat tanulnak a hallgatóink, inkább a módszertani oldalról megközelítve. Kutatásmódszertani tárgyunk is van kettő, ami nagyon fontos a későbbi doktori képzés miatt, és érettségire is felkészítünk, érettségi vizsgakövetelmények címmel is van egy kurzus, tehát kimondottan a pedagógus képzés az iskola szemüvegén keresztül nézzük a programot, és így készítjük fel a hallgatókat a mindennapi munkára. Doktoriskolában tovább tanulni egyre inkább jó lesz. A köznevelési törvény és a felsőoktatási törvény is komoly lehetőséget ad mind egzisztenciálisan, mind anyagilag azoknak az embereknek, akik a doktori fokozatot megszerzik. Ezért a jövőben felértékelődik a doktori képzés, én legalábbis ezt valószínűsítem. Van lehetőség neveléstudományi doktoriskolákban tovább tanulni, jelenleg kialakítás alatt áll Egerben is a neveléstudományi doktoriskola. Lehet, hogy akik már végeznek, itt tudják folytatni tanulmányaikat, de az ELTE-n vagy Debrecenben komoly lehetőség van a doktoriskolában tanulni. Ezen kívül a hallgatóink egészségtudományi doktoriskolában is elindulhatnak, tanulhatnak, intermedicinális képzés keretében is szerezhetnek tudományos fokozatot, ami szintén sokat jelenthet majd a későbbiekben a munkavilágában. Sok lehetősége van, egyrészt az iskolában, bármelyik iskola fokozatban taníthat, mert ez egy régi értelemben vett egyetemi diplomának számít. Bármelyik iskola fokozatban testnevelőtanárként, edzőként szerepelhet az iskolában. Ezen kívül akár fitnesscentrumokban elhelyezkedhet szakemberként, erre feljogosítja a végzettsége. Sportegyesületekben edzőként, sportvezetőként, sportszervezőként is vállalhat feladatokat. Az államigazgatás területén is végezhet sportvezetői, sportszervezői munkát. Összességében a lehetőség elég széles. Az igaz, hogy túl sok tanárra az elkövetkezendő időben a prognózis szerint nincs szükség, de jól képzett tanárra mindenképpen szükség van. Ha a mindennapos testnevelést törvényi úton be tudják vezetni, akkor hirtelen 2015-re 4000 új testnevelőtanár belépésére lenne szükség. Ha ez a döntés megszületik, akkor a testnevelőtanár szakképzettség mint professzió felértékelődik. Én úgy gondolom, hogy csak azok vágjanak bele, akik valóban érdeklődnek az iskola és a fiatalok iránt. Üzenném azt az alapszakon tanulóknak, a testnevelő alapszakon tanulóknak, hogy vegyék komolyan a mindennapi órákat, vizsgákat, mert az alapszakos diploma a továbbtanulásnál pontokat, pluszpontokat jelenthet. Minél jobb a alapszakos diploma, annál nagyobb az esély, hogy a mesterképzésben tovább tudnak tanulni. Tehát az első lépés, hogy az alapszakon tanulni kell. Második fontos kritérium a jövőt illetően, hogy valós érdeklődés a pedagógia, az iskola és a fiatalok iránt. Eszterházy Károly Főiskola. A jó döntés.